Jó estét kívánok! Önök a híres híreket látják csütörtökön este 19 órakor élőben. A híradó elején mutatjuk a legfontosabb témákat egy-egy mondatban. Katonatelepen is új intézmény épülhet, így összesen 3 új bölcsőde létesül Kecskeméten. 10 területen összesen 110 millió forintra pályázhatnak a civil szervezetek március 31-éig. Bács-Kiskun megye és Kecskemét a kiemelt vendége a 2019-es utazás kiállításnak. Újabb bölcsőde építésére ad be pályázatot a város. A Homokbányai és a Hetényegyházi bölcsőde után katonatelepen is új intézmény épülhet. Így összesen 3 új bölcsőde létesülhet Kecskeméten a közgyűlés mai döntése értelmében. A Homokbányai új bölcsőde már szinte kész a gyermekek fogadására. Itt 2019. szeptemberétől 3 csoportban várják a kicsiket. A közgyűlés ma arról is döntött, hogy az önkormányzat egy új kétcsoportos 26 férőhelyes katonatelepi bölcsőde létesítésére ad be pályázatot. A tervezett fejlesztés eredményeként egy körülbelül 490 négyzetméteres alapterületű, csoportszobánként 12-14 fő elhelyezését biztosító bölcsődét szeretnének kialakítani a Platán utca 1 szám alatt, teakonyhával, szociális helységekkel, eszközbeszerzéssel, valamint udvari játszótérrel. A projekt teljes bruttó összköltsége 307 millió forint. Az önkormányzat ebből 208 millió forintot igényelhet meg a pályázaton, ami azt jelenti, hogy ha a pályázat sikeres lesz, akkor a városnak 99 millió forint önerőt kell biztosítania. A Homokbányai bölcsőde megnyitása után Hetényben is épülhet új intézmény, itt egy kétcsoportos bölcsődét szeretnének felépíteni szintén pályázati pénzből. A katonatelepi intézmény 2021-re épülhet meg. Idén is kiírják a városi támogatási programot, erről is döntött ma a képviselőtestület. 10 területen összesen mintegy 110 millió forintra pályázhatnak a civil szervezetek március 31-éig. 110 millió forintot nyerhetnek el a városi támogatási programra pályázó kecskeméti civil szervezetek. A 8 éve sikeresen működő program meghirdetéséről a mai közgyűlésen döntöttek a képviselők. A pályázatokat március 31-éig lehet benyújtani. Az önkormányzat az oktatási, a kulturális, a szociális, az egészségügyi, az ifjúsági, a sport és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos, továbbá az idősügyi, a környezetvédelmi, a mezőgazdasági és a műemlékvédelmi területeken létrejött szervezeteket szeretné támogatni. A legnagyobb támogatást mintegy 38 millió 500 ezer forintot a sportprogramok kapják. 24 millió forintot biztosít a város a kulturális, 10 milliót a műemlékvédelmi programokra. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be projektenként egy nevesített programra. Az elbírálás eredményéről a www.kecskemet.hu oldalon a városi támogatási program linkjére kattintva értesülhetnek a pályázók. 280 millió forintból Nagykőrösön vásárol raktálépületet a város a Katona József Múzeumban őrzött egyre gyarapodó műkincsállománynak. A döntés több lehetőség megfontolása után született meg a mai közgyűlésen. Mint elhangzott, ez a leggazdaságosabb megoldás, ráadásul az épület már márciusban birtokba vehető. Mindig egyedülálló régészeti leletek kerülnek elő a kecskeméti Katona József Múzeum feltárásai során. A folyamatosan bővülő műkincsállomány elhelyezését azonban az intézmény egyre nehezebben tudja megoldani. A témát a mai közgyűlésen tárgyalták a képviselők. Döntésük értelmében a város 280 millió forintból Nagykőrösön vásárol raktárépületet a múzeum számára. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester előterjesztőként elmondta, több lehetőséget kellett megfontolniuk. Végül a nagykörösi ingatlan tűnt a leggazdaságosabb megoldásnak. Természetesen először kecskeméti területben gondolkodtunk, a Homokbánya területén, azonban egyrészt a fejlődési ütem, ami ott lakóépületek és különböző kiszolgáló épületek irányában halt, az nem biztos, hogy a legoptimálisabb ott egy raktárépületet megépíteni. Másrészt pedig olyan nagy mértékben megnőttek a beruházás költségei az ismert okoknál fogva, amit nem is kell külön részleteznem.
A közgyűlésen Nagy Gábor, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője részletesen beszámolt arról a folyamatról, amelynek eredményeképpen megszületett a szakértői vélemény. Az ellenzéki képviselők közül többen azonban haladékot szerettek volna kérni a döntés alaposabb megfontolásához. Én javaslom, hogy adott esetben ezt, amennyiben tartható ez az ár egy hónapig még, akkor ezt a következő közgyűlésre hozzuk, és akkor kerüljön tényleg egy olyan háttéranyag rendelkezésünkre, ami alapján tudunk megfelelően dönteni. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester elmondta, a döntést 40 napos határidő sürgeti, nincs lehetőség elhalasztani. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az osztályon a közgyűlést megelőzően megtekinthették volna az előterjesztéshez kapcsolódó dokumentumokat. Az M44-es épülő nyomvonala miatt egyre több ásatás van kilátásban, így sürgető a raktározási lehetőségek megoldása. A nagykörösi raktárépületet a mai döntéssel márciusban veheti birtokba a múzeum. Egy új védőnői körzetet is kialakítanak Kecskeméten. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendeletről szavazott a képviselő testület a februári közgyűlésen csütörtökön délelőtt a Városházán. Dr. Pataki Marian, az egészségügyi és szociális intézmények igazgatóságának főigazgatója javaslatot nyújtott be az önkormányzathoz, kérve egy újabb területi védőnői körzet kialakítását, mivel Kecskemét-Kadafalva városrészben a területi védőnői körzet ellátotti létszáma az utóbbi években tartósan magasabb, mint az ideális létszám, így a városrészi védőnő annyira leterhelt, hogy az veszélyezteti az ellátás színvonalát. A védőnői helyiség a Kecskemét-Kadafalva Tövis utca 10 szám alatti, jelenleg is védőnői tanácsadóként működő ingatlanba kerül kialakításra. A praxis rendelet kapcsán kialakult közgyűlési beszélgetésen elhangzott, Kecskemét egyáltalán nincs rossz helyzetben az országos átlaghoz képest, mindössze egy háziorvosi praxis nincs betöltve, az idősebb háziorvosok utánpótlását pedig nyugdíjkorhatáros orvosok mediátorként történő bevonásával próbálják megoldani. Elutasította a közgyűlés azt az indítványt, melyet Kecskemét 6 ellenzéki képviselője nyújtott be azzal a szándékkal, hogy a városi tulajdonban lévő cégek ne alkalmazzák a parlament által decemberben elfogadott túlóra törvényt. Király József olvasta fel az ellenzék határozat tervezetét. A választ Szeberényi Gyula Tamás adta meg. Az alpolgármester elmondta, felvette a kapcsolatot az említett önkormányzati cégek képviselőivel, bekérte a túlóra törvénnyel kapcsolatos álláspontjukat. Ebből kiderült, a város cégeinek 80%-ában nem működik szakszervezet, így kollektív szerződés sincsen. Vagyis ezeknél a cégeknél nincs értelme a 3 éves időkerettel foglalkozni, hiszen azt csak a szakszervezet hozzájárulásával együtt lehet alkalmazni. Az ellenzék által szervezett megmozdulásokat hangulatkeltésnek nevezte és kiemelte, két önkormányzati cég is jelezte, hogy dolgozói örülnek, hogy több pénzt kereshetnek több munkával. Ők pedig egyetlen olyan munkavállalót sem fognak túlórára kényszeríteni, aki nem akar többet dolgozni, de megakadályozni sem lehet senkit abban, ha többet túlórázna. Ez nem kényszer, ez lehetőség, ezért nem támogatják a javaslatot, zárta le a vitát Szeberényi Gyula Tamás. A közgyűlés végül 4 igen, 14 nem és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el az ellenzék indítványát. És egy jó hír. Híradónk előtt nem sokkal kaptuk a hírt, hogy Kecskeméten a Bács-Kiskun megyei kórház valamennyi kecskeméti telephelyén feloldották a látogatási tilalmat, így az influenza járvány után talán most mindenki egy kicsit fellélegezhet. Megnyitotta kapuit a 2019-es utazáskiállítás ma reggel a Hungexpo budapesti városközpontban. Az idei rendezvény kiemelkedően fontos számunkra, hiszen az esemény díszvendége Bács-Kiskun megye és Kecskemét városa. Zenés programokkal, táncelőadásokkal és gasztronómiai élményekkel várják a 2019-es utazás kiállítás látogatóit Bács-Kiskun megye és Kecskemét közös pavilonjánál. A vendégek pálinkákat, borokat és kézműves söröket is kóstolhatnak. Nekem ugye a bor van ugye a látószögemben, tehát olyan programokat Kiskörös, meg Solt, meg Kecskeméten is olyan rendezvényeken vettem részt, ahol hát ez volt a
a főszereplő, de természetesen a kultúra is, amit ott körítésként kaptunk a meghívóktól, az ugyanolyan érdekes volt. Akik nem csak a gasztronómia iránt érdeklődnek, megtekinthetik, milyen az igazi halasi csipke, kalocsai és tázlári hímzés, vagy a tiszakécskei mézes kalács és bácsalmási csuhé. Viszont így, hogy most 31 település, illetve szervezet jelent meg Bács-Kiskun megye és Kecskemét közös standján, és mutatja be, hogy mi az a 31-szer 2, 3, 4, 5 érték, hát ebből mindenkit megtalálja a saját választási lehetőséget. Tehát aki kerékpározni akar, úgyis, aki termálvizeket szeretne és gyógyulni szeretne, az is megtalálja. Aki persze egyiket sem szeretne, az megtalálja a gasztronómiát, aki még az se, az a bort vagy a pálinkát, aki az se, az megtalálja itt a kalocsai pingálóasszonyokat, hogyha éppen őket szeretné. 2017-ben a megye kereskedelmi szálláshelyein mintegy 8 milliárd forintot költöttek el a vendégek, amely 13%-kal több, mint egy évvel korábban. Bács-Kiskun megye székhelye különleges helyet foglal el a belföldi turisztikai palettán. Azon ritka városok egyike Kecskemét, ahol üzleti turizmus is virágzik. A cél, hogy a megye székhelyen minél több időt eltölthessenek a látogatók. A május végén megrendezendő országos kézműves sörfesztivált, ami azt jelenti, hogy a kézműves sörfőzdékből egy 20-25 sörfőzde mutatja be a választékát, és a előzetes egyeztetések alapján erre több ezer turistát várhatunk a városba. 2018-ban az év végéig 581 ezer vendégészakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken a megyében. A szakértők szerint ez a szám jelentősen javítható, ismerve Bács-Kiskun megye értékeit. A turizmus fejlesztése öngerjesztő folyamat, hangzott el a mai hivatalos sajtótájékoztatón Bács-Kiskun megye és Kecskemét közös standjánál. A látogatók számának növekedése komoly bevétel növekedést eredményez a jövőben, ami miatt egyre több turisztikai célú befektetés valósulhat meg a megyeszékhelyen és Bács-Kiskunban egyaránt. Kecskeméten tartott szakmai napot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal csütörtökön. A workshoppal egybekötött országjáró fórum célja, hogy elősegítse a kis- és középvállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiáját. Szakmai napot tartott Kecskeméten a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a megye vállalkozásai számára a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara Platter János konferencia termében. Az országos rendezvény sorozat célja, hogy elősegítse a kis- és középvállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiáját, továbbá, hogy bevonják a hazai innovációs szereplőket a pályázati rendszer javításáról szóló konzultációkba. Ahhoz, hogy az ország innovációs teljesítménye javuljon, minden szereplőnek dolgoznia kell. Dolga van a gazdaság főszereplőinek, tehát a vállalkozásoknak, a kicsiktől a nagyokig. Dolga van a közintézmény vagy intézményhálózatnak ebben a dologban. Itt gondolok első, hogy nyilván az állami szereplőkre, például az NKFIH-nak, de dolga van a magyar egyetemi hálózatnak, a közoktatási, szakképzési struktúrának, és úgy általában a közigazgatásnak és mindenkinek, aki támogatni és gyorsítani tudja ezt a környezetet. Az innovációs hivatal első feladata, hogy párbeszédet kezdeményezzen, és hogy tájékoztassa a kis- és középvállalkozásokat a lehetőségekről és a forrásokról. A kamarai hálózatnak van erre a legjobb ráállása, hogy kiválassza azokat a cégeket, amelyekben növekedési potenciált lát, és felkészültséget is, meg ambíciót arra, hogy az általunk kínált támogatásokat, pályázatokat és felkészülési programokat megvalósítsa. Az elkészített tervezetekről kikérik a vállalkozások véleményét, hogy azokat beépítsék a pályázati rendszerbe. A módosítási javaslatokat rendhagyó módon egy szakmai workshopon gyűjtötték össze. A vállalkozások képviselői 4-5 fős csoportokban tárgyalhatták meg a véglegesítés előtt álló innovációs tervezeteket. Együttműködési megállapodást írt alá a Lakiteleki Népfőiskolán a Nemzeti Művelődési Intézet, a Népfőiskola Alapítvány és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A cél a családokat erősítő kulturális értékek megőrzése és közvetítése.
A gyermek és ifjúsági korosztályt, a családokat, valamint a kulturálisan elszigetelt földrajzi, szociális és társadalmi hátrányokkal küzdőket szólítja meg a Nemzeti Művelődési Intézet, a Népfőiskola Alapítvány és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete megállapodása. A cél a kultúra ápolása, gyarapítása és fenntartása. Akár a lakáskultúra, étkezési kultúra, sportkultúra, vagy éppen a politikai kultúra. Ezek együtt kell, hogy valamilyen formában egymással összhangban legyenek, oly módon, hogy erősítsék a közösség tudatát, nemzeti érzületet. A felek tervezik olyan rendezvények, programok megvalósítását, amelyek segítségével a helyi lakosok megtanulhatják használni a rendelkezésükre álló erőforrásokat, ezzel pedig aktív résztvevőivé válhatnak a helyi közművelődésnek. A Nemzeti Művelődési Intézet az országos szakmai hálózatával és a Kárpát-medencei közművelődési feladatellátásával azt vállalja, hogy a programjaikba bevonja a Nagycsaládosok Egyesületét és a Népfőiskola Alapítványt, és a következő évi költségvetés tárgyalásokor és a feladatfinanszírozási rendszer meglétekor egyeztetünk és közös programokat fogunk indukálni. Ilyen például a Komatál program Kárpát-medencei alkotópályázat megvalósítása. A cél az, hogy visszahozzák a komálás ősi népi kultúráját. Azt vállaltuk, hogy segítjük a családdal kapcsolatos olyan intézkedéseket, véleményezéseket, ami nagyon érinti a családokat. Tehát akár a helyi közösségeknél is hogyan lehet a családokat még jobban megtartani, milyen programok azok, amik a családoknak segítenek. A közös munkában kiemelt szerepet kap egyebek mellett a magyar nemzeti értékek gondozása, a helyi társadalom fejlesztése és az alapvető kultúrához való hozzáférés biztosítása. Egy teherautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze hajnalban az M5-ös autópályán Kecskemét térségében. A balesetben ketten sérültek meg. Helyszínen járt tudósítónk, aki arról számolt be, hogy az élelmiszert szállító kamion Szentesre tartott, amikor hátulról nagy sebességgel fékezés nélkül belehajtott egy kisteherautó. Az ütközéstől a kisteherautó jobb első ülésén utazó román férfi beszorult a roncsba, őt a tűzoltók csak feszítőhenger segítségével tudták kiemelni. Majd a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A kisteherautó vezetője csak könnyebben sérült meg, őt a helyszínen ellátták. A kamion sofőrjének nem esett baja, ő értesítette a mentőket és a tűzoltókat. A közel 3 órás helyszínelés és a műszaki mentés idejére az egyik sávot lezárták a Szeged felé vezető oldalon. Szerda este a férfi röplabda extraliga negyedik fordulójában a HÉP KRC a Kazincbarcikát fogadta a Messzi István sportcsarnokban. A Kecskemét 3-1-es vereséget szenvedett a találkozón. 5. fejfej mellett haladta a két csapat, majd elkapta a fonalat a Kazincbarcika, és meglépett ellenfelétől hiába kért időt 3 pontos hátrányban Dávid Zoltán. Ezt követően sem szakadt meg a vendégek lendülete, hamar 6 pontos előnyre tettek szert. Nem kell sok, hogy kétszámjegyű legyen a különbség. 25-14-re nyerte az első szettet a Barcika. A második játék rész elején 3 pontos előnyt harcolt ki ellenfelünk. 8-8-nál egyenlítettünk, egy ideig felváltva jegyezték a találatokat, majd ismét átvette a vezetést a vendégklub, és 4 pontra léptek meg. Jól jött a hazai időkérés, sikerült felzárkozni, majd egyenlíteni is. Ugyanegyszer még meglépett 21-23-nál a Kazincbarcika, végül 30-28-ra megnyerte a szettet a Kecskemét. 1-1-re szépítve a mérkőzést. A harmadik játszmát a Kecskemét nyitotta, majd 6-6 után ismét átvette a vezetést ellenfelünk, és 7-1-nyire lépett meg. A harmadik szett hasonlóan alakult, mint az első, esélyt sem adott a Barcika. A szett végén a fiataloknak is adott lehetőséget Dávid Zoltán. 25-14-re nyerte meg a játszmát a vendégcsapat. A negyedik szettben is végig vezetett a tavalyi bajnok, bár 6-12-es állást követően még sikerült partiban maradnunk és felzárkózni 1 pontra, sőt 21-21-nél egyenlített is csapatunk, a hajrában jobb volt ellenfelünk és 25-23-ra nyerte meg a szettet, 3-1-re pedig a mérkőzést. A csütörtöki híröséreket látták, most mutatjuk a legfontosabb témákat még egyszer röviden.
Újabb bölcsőde építésére ad be pályázatot a város a homokbányai és a hetényegyházi bölcsi után. Katonatelepen is új intézmény épülhet Kecskeméten a közülés mai döntésének köszönhetően. Idén is kiírták a városi támogatási programot, a közgyűlés döntése alapján összesen 110 millió forintra pályázhatnak a civil szervezetek március 31-éig. Bács-Kiskun megye és Kecskemét a kiemelt vendége a 2019-es utazás kiállításnak. Már az első napon nem várt érdeklődést hozott Bács-Kiskun és a megyeszékhely közös kínálatának megjelenése. Kecskeméten tartott szakmai napot a Nemzeti Kulturális Fejlesztési és Innovációs Hivatal csütörtökön. A kis- és középvállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs lehetőségeiről tanácskoztak a cégvezetők. Ez volt a Híradó, most folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Mai vendégünkkel Szabóné Bognár Anikóval, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgató helyettesével, annak a temérdek leletnek a sorsáról beszélgetünk majd, amelyek az elmúlt évek ásatásaiból kerültek elő. Ugye az apropó az, hogy új raktárépületet kap az múzeum az önkormányzattól. Bemutatjuk azt is, hogy mivel készült Bács-Kiskun megye és Kecskemét a 2019-es utazás kiállításra. Végezetül utána jártunk, hogy hogyan kecmerekednek ki a bajba jutottak a devizahiteles adósság csapdából. Ha lemaradtak híreinkről, azokat újra tudják olvasni a híres.hu-n, vagy meg tudják nézni a Híradó ismétlését 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújságidejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor, és valamennyi műsorunk, így a Híradó is újra megtekinthető a kecskeméti tv.hu weboldalon. Friss Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket akkor is, most további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Pénteken egy hideg front mögött erős viharos északias szélre számíthatunk, többfelé esővel, záporokkal. Helyenként kis eséllyel az ég is megdöránhet. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul, északkeleten lesz a leghidegebb idő. Szombaton sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes, de még szeles időre számíthatunk. A fagyos reggelt követően napközben csak fagypont körüli maximumokat mérhetünk. Vasárnap már több felhő lesz felettünk, északkeleten kisebb havas eső sem kizárt. A szél gyenge, mérsékelt marad, a fagyos reggel után 0-5 fokot mérhetünk napközben. A jövő hét elején ismét enyhül az idő. Évvel ezelőtt, 1989. február 21-én hunyt el Márai Sándor, író, költő, akadémikus. A 20. századi magyar prózairodalom egyik legmarkánsabb képviselője sokáig ismeretlen volt a hazai közönség előtt, mert életét zömét emigrációban töltötte, és a kommunista hatalmi ideológiának tabut jelentett egyrészt származásilag is, de főként szellemiségében tőzsgyökeres polgári, liberális elveket valló írói munkássága. Az 1980-as években megpróbálták visszacsalogatni, ám ő nem állt kötélnek, és könyveinek kiadását sem engedélyezte. Halála után kezdték el munkáit újra megjelentetni Magyarországon. Egyik legnépszerűbb regénye az Eszter hagyatéka színpadi adaptációját 2009-ben mutatta be a Kecskeméti Katona József Színház. Emlékét Hírösvárosban utca is őrzi. Szekély Endre, a néhány évvel ezelőtt elhunyt kecskeméti tanár, irodalomtörténész,
a Forrás örökös főszerkesztő helyettese, Kecskemét város díszpolgára, számos tanulmányt írt róla. Utolsó, 2010-ben megjelent kötete is márai világát elemezte. Mindig megragadott márai varázsos stílusa, szóhasználata, mondatainak ereje, ahogy lírai hangulatú sorai váltakoznak tömör, drámai önvallomásokkal. Márai társammá vált egy különös szellemi utazásban. Mindig hozzám is szólt és szól, figyelmeztet a mindhaláig olvasásra. Folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Jó estét kívánok! Mai vendégünkkel Szabolné Bognár Anikóval, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgató helyettesével annak a temérdek leletnek a sorsáról beszélgetünk majd, amelyet az elmúlt évek ásatásainak köszönhetően kerültek elő. Aztán bemutatjuk azt is, hogy mivel készült Bács-Kiskun megye és Kecskemét a 2019-es utazás kijárításra, és végezetül utána jártunk, hogy hogyan kecmelekednek ki a bajba jutottak a devizahiteles adósság csapdából. Kezdünk! Szabolné Bognár Anikó, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgató helyettese a vendégünk. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Ugye a felvezetőmben azt mondtam, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy mi lesz a sors annak a temérdek kincsnek és leletanyagnak, amit az elmúlt években a múzeum felhalmozott. Ugye most kőkeményen logisztikai kérdésekről fogunk beszélgetni, hiszen egy nagyon jó hír, hogy a közgyűlés mai döntése nyomán egy komoly raktározásra alkalmas ingatlant vásárol meg a múzeum, vagyis az önkormányzat a múzeum részére Nagykörösön, ami a múzeum logisztikai raktározási céljait valósítja meg. Miért fontos ez? Jelenleg ezek a leletanyagok hol vannak? A múzeum a köznapi ember számára az általában azt az intézményt jelenti, ahol a kiállítások zajlanak, ahová be lehet menni nézelődni egy kiállítás megnyitóra. Ennél azonban a múzeum feladata sokkal szélesebb körű, sokkal több mindent csinálunk mi a múzeumban. A múzeum alapvetően gyűjt, feldolgoz, megőriz és kiállít. És a megőriz a lényeg ebben a történetben, esetünkben. Ugyanis az őrzéshez raktárépületekre vagy raktárhelységekre van szükségünk. Jelenleg a Kecskeméti Katona József Múzeumnak 16 raktárhelysége van a múzeum épületein belül, ez több telephelyen szétszórva található meg. Ezen kívül 4 külső helyszínen bérel ingatlant a múzeum azért, hogy a leletanyagot, illetve a műtárgy anyagot tárolni tudja. A külső raktárépületek alapvetően néprajzi, illetve régészeti leletanyagot tárolunk. Mi fog Nagykörösre kerülni? Nagykörösre is régészeti és néprajzi anyag fog kerülni. Az elsődleges célunk az, hogy megszüntessük a külső bérelt raktárakat. Nyilván ezzel egy állandó kiadástól szabadul majd meg a múzeum, illetve olyan megnyugtató módon tudjuk a műtárgyak környezetét, helyét rendezni, ami egy hosszú távú megoldást jelent. Más-más feltételeket, körülményeket igényelnek egyébként ezek a műtárgyak. Nyilván ez a műtárgyakhoz kevésbé értő emberek számára is világos, hogy nem ugyanolyan körülmények között kell tárolnunk egy mennyászki grafikát, vagy mondjuk régészeti leletanyagot, állat vagy ember csontokat például. Nyilván itt a nagy mennyiségű tömeges régészeti anyag esetében ládákban történő tárolást kell például elképzelni a tisztítás után, de itt is megvannak azok a feltételek, aminek meg kell felelnie. Pontosan, ha már a feltételeket említette, akkor egyrészt azt is feltetném, hogy miért pont Nagykörös, de hát gondolom ott találtak egy megfelelő ingatlant, úgyhogy beszéljünk is erről az ingatlanról. Ez az ingatlan most teljesen kész arra, hogy fogadja ezeket a leletanyagokat? Tehát ahogy a híradóban szólt, gyakorlatilag néhány hónap múlva beköltözhetnek oda a múzeum eszközei?
Ez az ingatlan, ez néhány hónapon belül igen alkalmas lesz erre, hogy megvásárlás után ide beköltözhessünk. Szükséges lesz majd nyilván belül egy olyan rendszer kialakítása, amin mi tárolni tudjuk a műtárgyakat. Ez gyakorlatban egy görgős polcrendszert fog majd jelenteni, de ahogy ez elkészül, utána természetesen tudunk költözni, és tudjuk ide vinni a műtárgyállományt. Ezt a laikus múzeum látogató vagy a néző, az hogy képzelje el azért ide, ez egy ilyen kicsit kultikus hely lesz, ahova azért kell egy komoly biztonsági rendszer, elszívó berendezések, klímaberendezések, vagy azért ez a leletanyag egy puritánabb raktározási módot is elvisel? Ez a fajta leletanyag, ami kikerült, talán a műtárgy környezetre legkevésbé érzékeny leletanyagunk lesz, de itt is biztosítani kell hőmérsékleti viszonyokat, páratartalmat, fényszabályozást, és természetesen a biztonságtechnikának és a tűzvédelemnek is meg kell felelni, hiszen minden tárgy, ami a múzeumba kerül, és minden lelet, műtárgy, az védett állami tulajdon, tehát ennek az őrzése az egy kiemelt feladat. És ha már a védett állami tulajdonról beszélünk, hogy azt hangsúlyozzuk ki, emeljük ki a nézőknek, hogy ez egy folyamatosan gyarapodó készlet, ha már logisztikai szaknyelvet használunk, tehát ez nem egy forgókészlet, ami hol csökken, hol növekszik, ez csak növekedni tud. Tehát itt olyan nincs, hogy valamit kivonnak, leselejteznek, itt egy folyamatos növekedés. Alapvetően, ami múzeumi leltárba kerül, azaz múzeumi nyilvántartásba kerül, azt nagyon-nagyon nehéz onnan kivezetni. Minden egyes darab kivezetéséhez például egyedi miniszteri engedély szükséges, nagyon komoly magyarázattal, hogy miért is akarjuk mi azt a műtárgyat kivezetni. Tehát alapvetően nem jellemző, tehát tulajdonképpen nem létezik az, hogy csökkenne a műtárgyanyag. Ellenben Bács-Kiskun megyében és a múzeumunk megyei hatókörű városi múzeum, tehát megyei feladatellátása is van. Bács-Kiskun megyében és Kecskemét környékén olyan ütemben folynak a beruházások, ami előtt megelőző régészeti feltárásokat végeznek a kollégáink, ami magával vonza a műtárgyanyagnak, a leletanyagnak a gyarapodását is. Az elmúlt két évben közel 1 millió négyzetméternyi területet tártak föl a Katona József Múzeum régészei. Ez országos szinten is, az a régészeti tevékenység, amit a múzeum végez, az országos szinten is kiemelkedő feladatellátás egyébként. Ugye én is úgy vezettem fel a beszélgetést, és hogy temérdek leletanyag van, aminek kell a hely. És hát ez kérdés is lett volna, hogy akkor valóban az építkezéseknek a következménye az, hogy mostanában ennyi leletanyaggal gazdagodik a múzeum, de akkor inkább azt kérdezem, hogy be tudunk számolni valami olyan kultikus vagy olyan különlegességről, ami például ezen építkezésnek köszönhetően kerültek a felszínre? Hát, hogy csak a legaktuálisabbat mondjam, a Katona József Múzeum cifrapalota kiállító helyén is látható jelen pillanatban is, illetve nyitvatartási időben, az az avarkorral foglalkozó kiállítás, ahol a Mercedes gyár területéről előkerülő leletanyagot is láthatnak a kedves látogatók. De nem csak ezekről kell beszélnünk, hanem például a múzeumbarát fémkeresősök jelzése nyomán múzeumba kerülő tárgyak, és most ezen a kiállítás is van ilyen jellegű tárgy. De épp a napokban volt egy sajtótájékoztató Kunszent Miklóson folyó ásatásról, ahova szintén várjuk szeretettel a tévékamerákat, és bemutatják nagyon szívesen a kollégáink, hogy mit és hogyan dolgoznak ott. Hát ezek örömhírek, és az is örömhír, hogy az önök munkáját könnyíti egy ilyen új raktárhelyiség, akármennyire szürkének is tűnik ez egy munka, vagy egy múzeumlátogató számára. És hát reméljük, hogy akkor az új kapacitás nyomán olyan sikeres kiállítások is elindulnak majd a múzeumban, mint a most futó 650, Kecskemét 650 kiállítás, amit azt hiszem továbbra is ajánlhatunk a látogatók figyelmébe. Igazgató helyettes asszony, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Folytatjuk a kiemelőt. Megnyitott a kapuit a 2019-es utazás kiállítás ma reggel a Hung Expo budapesti vásárközpontban. Az idei rendezvény kiemelkedően fontos számunkra, hiszen az esemény díszvendége Bács-Kiskun megye és Kecskemét városa. Zenés programokkal, táncelőadásokkal és gasztronómiai élményekkel várják a 2019-es utazás kiállítás látogatóit Bács-Kiskun megye és Kecskemét közös pavilonjánál.
Bár a vendégek pálinkákat, borokat és kézműves söröket is kóstolhatnak, sokan nem először találkoznak megyénk szépségeivel. Azt gondolom, hogy Magyarországnak egy nagyon szép területe, és sokan nem ismerik, pedig érdemes oda látogatni. Csodálatos a vidék, nagyon szép, nagyon sok nevezetesség van. Én irigylem a alföldieket, csodálatos maga az egész táj. Rengeteg helyen, fürdőhelyeken járunk általában, gyógyfürdőkben, wellnessekben, kastélyokat szeretjük, múzeumokat, tehát szerteszik, csodálatos, nagyon szép. A kiállítók között a kisebb települések is megtalálhatóak, melyek sokszor komoly turisztikai értékeket tudnak felsorakoztatni. 2019-ben mennyire fog fellendülni a turizmus így az önök városában? Hál' Istennek dicsekedni nem akarok, de épp a polgármester úr mesélte idefele jövet a buszon, hogy a Tiszakécske idegenforgalmi adója meghaladja Baja városét, tehát két gyönyörű termálfürdőnk van, hotel, élő Tisza, úgyhogy én nem panaszkodhatom, és a városvezetés hangsúlyt fektet az idegenforgalom fejlesztésére is. Bács-Kiskun megyében számos látnivaló akad. Ezt igazolja, hogy 2018-ban 581 ezer vendégészakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken a megyében. A szakértők szerint ez a szám jelentősen javítható, ismerve Bács-Kiskun megye és a megyeszékhely lehetőségeit. Ez lesz a jövő útja. A igazság szerint ma még a turizmus Bács-Kiskun megyébe is szerte szét szabdalt. Tehát központi összefogás ez. A megyei önkormányzat által tett összefogás. 3 évvel ezelőtt alapítottunk egy KFT-t, akik a turizmussal foglalkoznak, és 2 évvel ezelőtt 8 települést fogtunk össze, aztán 16-ot, most 31, tehát duplázódott mindig a résztvevők száma, és a terveinkben szerepel egy ilyen turizmust összefogó közös szervezetnek a létrehozása, amely majd navigálni fogja a megye turizmusát. A turizmus koordinálására egy egységes megyei érdekképviseleti szervezetet szeretnének létrehozni. A megyei kínálat mellett Kecskemét egy egyedi területen is élen jár. Az üzleti turizmus szempontjából kevés város rendelkezik olyan adottságokkal, mint a megyeszékhely. Kecskeméten az üzleti turizmus az egy viszonylag jó működő szektor, és ez gyakorlatilag a munkanapokra fókuszál, és szombati napot még hozzá lehet venni. Szeretnénk azt, hogyha a hétvégén is a jelenleginél még pezsgőbb turizmus alakul ki Kecskeméten, és ennek érdekében mi itt a kiállításon bemutatjuk mindazt a lehetőséget, ami Kecskeméten van. Visszavásárolhatják a bankok által elvett otthonukat a nemzeti eszközkezelő ügyfelei. A napokban 32 ezeren kapnak levelet, hogy ki milyen konstrukcióban, illetve mennyiért szerezheti vissza házát vagy lakását. Az érintetteknek 60 napon belül dönteniük kell, hogy egy összegben vagy részletekben vásárolják vissza az ingatlant. Ez persze nem kötelező, továbbra is lehet bérlőként lakni és bérleti díjat fizetni. Utcára van egy nappali szoba, a sarokban egy hálószoba, közlekedő fúzó gyerekszoba és a konyha. Pataki Zoltán néhány éve majdnem elveszítette Soltfatkerti otthonát, mert már nem tudta fizetni devizahitelét, amit 2004-ben vett fel, hogy kicserélje például a nyílászárókat. A törlesztő részlet ugyanis rövid idő alatt több mint háromszorosára emelkedett. 2004-ben vettünk fel a 7 millió 470 ezer forint lakásépítési, tehát ilyen szabad felhasználású hitelt, ami azt hiszem 25 évre vagy 20 évre, nem tudom pontosan, most azt hiszem 20 évre vettük fő. Havi részlet akkor az elején 44 ezer valahány száz forint volt, később emelkedett 56-ra, aztán 60 valamennyire, 70, 2010-re vagy 12-re vagy 14-re már elérte a 120 ezer forintot, amit már nem bírtunk fizetni. 2012-ig becsületesen fizettünk, visszafizettünk a 7 millió 470 ezer forintból közel 9 millió forintot. Nem bírtuk fizetni a hitelt tovább, mert annyira elment a törlesztő részlet. Jött a banktól egy papír, hogy az eddigi elszámolás szerint ennyit lefizettünk, és még van 9,5 millió forint tartozásunk. Na hát ezt már nem bírtuk fizetni.
abban maradt a fizetés. A rokkan nyugdíjas és felesége már a végrehajtókat várta, amikor megérkezett a mentőöv. A Nemzeti Eszközkezelő megvásárolta a bankjuktól a házukat, és onnantól kezdve bérlőként élhettek benne tovább. Most viszont hamarosan újra tulajdonosok lehetnek, ugyanis rendkívül kedvezményes áron visszavásárolhatják otthonukat. Az eszközkezelő írt, most januárban kaptunk egy levelet, vagy február elején, kétféle variációt ajánlottak föl. Az első, hogy az állami tehát az állam hozzátesz 1,5 millió forintot, és nekünk 4,5 kell csak kifizetni, a 9 millió helyett. Érdekes dolgok ezek, de ugye ezt nem bírjuk teljesíteni, nincs annyi pénzünk, tehát rokkant nyugdíjasként nem, a feleségem dolgozik egyedül, így nagyon nehéz megélni, víz, villany, rezsi, stb. Sorolhatnám. A második variáció, a B-variáció az az volt, hogy havi 20.700 forintot kell fizetni 2045-ig, és az utolsó törlesztő részlet az 17.100 forint lesz. De itt megvan a lehetőségünk arra, hogy időközben, hogyha egyszer nagyobb pénzösszeg kerül a zsebembe valamilyen oknál fogva, akkor azt egybe be tudom fizetni, ennyivel csökken a futamidő, meg a fönnmaradó összeg is, de itt már nem szerepel a 1,5 millió állami támogatása, itt 6,5 millió forintot kell visszafizetni, és ha valamilyen úton, módon szerencsém van, és egybe van a pénzem, ami még hátra van hiteltartozás, akkor elbírok menni, van rá lehetőségem, hogy elmegyek az eszközkezelőhöz, befizetem egy összegbe, és minden törlődik, minden, tehát visszakapom az ingatlant a nevemre, ugyanúgy. Pataki Zoltán és családja a poklot járták meg az elmúlt években, de most már rendeződni látszik helyzetük. Nyugodtabban alszok éjjelente, megmondom őszintén, mert eddig nem biztos, hogy aludtam nyugodtan éjszaka, hogy mikor viszik el a házat. Így papíron van, hogy nem viszik el, nem árverezik el, ha becsületesen fizetek. Tehát ameddig élek, én addig fizetni fogom ezt a 20.700 forintot, ez biztos. Van tehát kiút. A Nemzeti Eszközkezelő 32.000 devizahitelesen segítene. Az ingatlan vételárát állapítják meg tartozásnak, de ebből levonják azt az összeget, amit lakbérként kifizettek az egykori tulajdonosok. Ha a bérlő egy összegben kifizeti a vételárat, akkor további kedvezményben részesülhet, attól függően, hogy az ingatlan hol található meg. Így Budapesten és a főváros agglomerációjában, illetve a megyei jogú városokban lévő otthonoknál az engedmény mértéke 15, más vidéki városokban 25, és az összes többi településnél 35%. Közeledik a hétvége, gazdag programokkal várják az érdeklődőket a városban. A Paletta magazinunkban ezt össze is foglaljuk, ez következik most. Üdvözlöm Önöket, ez a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló műsora, melyben erre a hétvégére is izgalmas témákkal jelentkezünk. Tartsanak velünk! Február 22-én pénteken az aktuális Oscar-díj átadása előtt negyedszer is összegyűlnek a kecskeméti film és kvízőrültek, hogy összemérjék, ki tud többet a nagy Oscar történelemről. Jelenetek, filmzenék, activity, tippek, színes, vidám és izgalmas újdonságok és nagy csaták várják a résztvevőket. Olyan ötfős csapatok jelentkezését várják ismét, akik imádják a filmeket, nyomon követik a filmvilág híreit és még játékos kedvűek is. És nem mellékesen le tudják győzni a tavalyi és az azelőtti és azelőtti legjobb csapatokat. A kvízest 18 és 21 óra között lesz az Ifjúsági Otthon tükörtermében. A Kecskeméti Spartacus sportkör és közösségi tér február 22-én rendezi soron következő, az év első éjszakai forgatagát. A megszokotthoz hasonlóan a szervezők érdekes interaktív programokkal, versenyekkel készülnek. 17 órától már nyitja kapuit az esemény, ekkortól érkezhetnek nevezni és melegíteni mindazon asztali teniszezők, akik nem a profi kategóriában szeretnének versenyezni. A kategóriák mérkőzései 17 óra 30 perckor kezdődnek. A megszokott sportversenyek mellett 19 órától Tóth Zsuzsa az Önkéntesség varázsa című előadását hallgathatják meg az odalátogatók, majd farsangi játékokkal játszhatnak. 20 órától kezdődik a profi asztali tenisz, illetve a darts, csocsó és kinek bajnokság,
amelyre természetesen ezúttal is kortól és nemtől függetlenül mindenkit szeretettel várnak a rendezők. Fiatalként meghallani azt a szót, hogy bál, kissé furcsa lehet. Ilyenkor többnyire az éjszakák kiöltözős, komoly, felnőttes mi volta jut eszünkbe. A Kecskeméti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat idén negyedik alkalommal szeretne erre rácáfolni. 18 órától nyitja kapuit a bál, 19 órakor kerül sor a vacsorára, amely alatt Beke Márk zenél. 9:30-tól több zenekar is színpadra lép, többek között a Living Room. Éjfélkor kerül sor a bálkirály, bálkirálydő választásra, 1 órától zárásig, a jó hangulatról pedig DJ Afus gondoskodik. Az ifjúsági bál a 3 Gunnar Hotelben lesz. Szombaton 9:30-től folytatódik a családi zenés játszóház, amelyre mondókákkal, dalos játékokkal, zenehallgatással, ritmus hangszerekkel, közös énekléssel, fejlesztő mozgásos játékokkal várják az 1 és 4 év közötti gyerekeket az ifjúsági otthonba. A játszóházat ezúttal Járjuk a táncot, ripegőt, ropogót címmel rendezik meg, amelyet Rossikné Laci Ildikó óvónő vezet. Vár az év legőrültebb bulija. Krisztóf, boldog új évet! Ahol egy vad ötlet. Szóval itt mindenki egy szent. Akkor lássuk. Mindenki kiteszi a telefonját az asztalra. Mindent a feje tetejére állít. És bármilyen hívást, csetüzenetet kap ma este, azt meg kell osztania. Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. Jó is, rossz is, furcsa is. Egy baráti társaság úgy dönt, hogy játékkal fűszerezi meg a bulit. Egész este mind a heten úgy telefonálnak és írnak vagy fogadnak üzeneteket a mobiljukon, hogy a többiek is láthassák, hallhassák őket. És ezzel el is kezdődik a hazugságok, átverések és simviskedések hosszú sora. Mert igazából mindenkinek van egy vagy több titka, szégyelnivalója, másik szerelme, másik élete, és hazudni általában könnyebb, mint őszintének lenni. Persze csak addig, amíg le nem bukik az ember. Goda Krisztina a Csak szex és más semmi óta különösen sikeres hazai filmek rendezője, régi alkotótársával, Divinyi Réka forgatókönyvíróval, és néhány nagyon ismert, nagyon tehetséges színész segítségével kelti életre a csupa fordulattal, meglepetéssel teli szilveszter éjszaka eseményeit. A filmet megnézhetik szombaton és vasárnap 3:30-tól az Otthon moziban. Most pedig sportajánlón következik. Múlt héten megkezdte a bajnokság tavaszi szezonját a KTL Piroska Szörf férfi kézilabda csapata. Csapatunk 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 6 vereséggel a tabella 6. helyén áll. Az NB1B keleti csoport 13. fordulójában a Pler Budapest lesz az ellenfelünk, mely 17 pontjával a dobogó 2. fokán áll. 8 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség a mérlege. A mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Messz István sportcsarnokban. Bár kedden edzőmeccset játszott volna a KLC megye 2-es felnőtt csapata, a találkozó végül elmaradt. A KLC így pénteken lép pályára legközelebb, akkor a Lajos Mizsét fogadják 19 órakor a Széktói Stadion műfüves pályáján. Ellenfelünk a megye 1-es bajnokságban szerepel, jelenleg 3 győzelemmel, 4 döntetlennel és 6 vereséggel 13 pontja van a bajnokságban. A tabella 10. helyén áll. A Kecskeméti Téje MB3-as labdarúgó csapata a tavaszi szezon előtti utolsó edzőmérkőzésére készül. Szerdán egy megyei rangadóra kerül sor a KHTK ellen, akiket 2-0-ra vert meg a Kecskemét. Szombaton ismét egy keleti csapattal, a csoportjában 4. helyen álló Füzes Gyarmattal találkozunk. Ellenfelünk az MB3 keleti csoportjának 4. helyén áll, 9 győzelemmel, 3 döntetlennel és 4 vereséggel. A Füzes Gyarmatot szombaton 14 órakor fogadjuk a Széktói Stadionban. A félegyháziak ellen még a műfüvesen léptek pályára, szombatra már rendes fűre van tervezve a főpróba. Ezt a talajállapota fogja eldönteni. A Hét Röpke a debreceni Deac csapatával méri össze erejét a hétvégén.
A két csapat legutóbb 2018. októberében találkozott a bajnokságban. Ekkor 3-1-es szett arányban hazai pályán a Deac csapata nyerte a mérkőzést. Jelenleg a Röpke SE csapata a második helyet foglalja el a tabellán, míg a debreceni EAC az ötödik helyen áll. Az előzetesek alapján mindkét gárdára nehéz küzdelem vár, de mindkét fél számára egy a cél, hogy megnyerje a mérkőzést és közelebb kerüljön a felett álló csapathoz a tabellán. A mérkőzés február 23-án szombaton 19 órakor kezdődik a második Rákóczi Ferenc általános iskola sportcsarnokában. Az egészséges életmód népszerűsítése és a szabadidő hasznos eltöltése, valamint a kitartó futással való megismerkedés érdekében a Justícia Egyesület idén is megrendezi az év első ultrafutását, Fuss egy napot névvel. A 6 órás futás rajtja 10 órakor lesz, de lehet rövidebb időre is jelentkezni. A 3 órás futás rajtja délben, a 2 órásé délután 1 órakor, míg aki 1 órára szeretne csak beszállni, azok 2 órakor csatlakozhatnak. A 6 órás futásra csak 18 éven felüliek jelentkezhetnek. Az eseményt a Benkó Zoltán Szabadidő Központban rendezik. Február 23-a és 24-e között rendezik a 34. Bácsviszkupa úszóversenyt. A fiúknál és a lányoknál egyaránt az 1-estől a 8-as korcsoportig vesznek majd részt az úszók. Az ország minden tájáról és külföldről is részt vesznek az eseményen ifjú sportolók. Célja, hogy verseny lehetőséget biztosítson a hazai és külföldi egyesületek, szakosztályok versenyzői részére. Az első nap 50, 100 és 200 méteren hát, mell, gyors és pillangó úszás nemekben vesznek részt az úszók, míg a második napon 200 méteres vegyes, 1500 méteres gyors úszásban indulnak a sportolók. Az esemény a Kecskeméti fürdőben lesz, a verseny szombaton és vasárnap 10 órakor kezdődik. Ennyi volt már a paletta, remélem, hogy találtak maguknak ismét kedvező programot. Találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra! A híróra végén most összefoglaljuk a mai híres hírek legfontosabb témáit. Egy percben következik az Esti Gyors. Újabb bölcsöde építésére ad be pályázatot a város, a homokbányai és a hetényegyházi bölcsi után katonatelepen is új intézmény épülhet Kecskeméten a közülés mai döntésének köszönhetően. Idén is kiírták a városi támogatási programot, a közgyűlés döntése alapján összesen 110 millió forintra pályázhatnak a civil szervezetek március 31-éig. Bács-Kiskun megye és Kecskemét a kiemelt vendége a 2019-es utazás kiállításnak. Már az első napon nem várt érdeklődést hozott Bács-Kiskun és a megyeszékhely közös kínálatának megjelenése. Kecskeméten tartott szakmai napot a Nemzeti Kulturális Fejlesztési és Innovációs Hivatal csütörtökön. A kis- és középvállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs lehetőségeiről tanácskoztak a cégvezetők. Együttműködési megállapodást írt alá a Lakiteleki Népfőiskolán a Nemzeti Művelődési Intézet, a Népfőiskola Alapítvány és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A cél a családokat erősítő kulturális értékek megőrzése és közvetítése. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától 8 óráig a híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval és érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Pénteken este, tehát 7 órakor kezdünk, számítunk akkor is a figyelmükre. További szép estét, jó tévézést, viszontlátásra!